Osztályosok nevében búcsúzik Kozák Attila. Kedves Ballagó 8-osok! Kedves Ballagó 8-osok! Életetek útján egy újabb állomásra érkeztetek. Eljött az idő, hogy tovább induljatok, hogy más helyen próbáljatok szerencsét. 8 évet töltöttetek el ebben az iskolában. Ez alatt, az idő alatt nagyon sok minden történt veletek. Jó és rossz dolgok, sikerek és kudarcok, felejthető és felejthetetlen emléke. Az itt töltött évek, közösen megélt élmények egy életen át összekötnek benneteket. A sokat látott és sok minden tapasztalt falak között formálódott egyéniségetek. A végbe ment változás szinte kézzel fogható. Kisiskolásból már majdnem felnőtt életetek. A közösen töltött éveket színesítették az iskolai rendezvények vidám pillanatai. Az osztálykirándulások felejthetetlen emlékei, a mindennapok megszokott, néha unalmas feladatai. A gondok és nehézségek a tanulásban és az élet más területein. Az osztály és iskolatársakkal kialakult sokszor egész életre szóló barátság és számos kibontakozó, bizalmas, meghitt vagy remélt kapcsolat is mind-mind itteni életetek természetes velejárói aktívan átért elválaszthatatlan részé voltak. Szorosan lekötöttek benneteket. Ez a kötelék most megszakadt. Eljött a búcsúzás ideje. Gondoljatok szeretettel tanáraitokra, hiszen ők voltak azok, akik itt az iskolafalai között támogattak és segítettek benneteket az akadályok leküzdésében. Legyen az a legkétségnapig dolog, vagy egy élethozta nehéznek tűnő feladat. Tanuljatok szorgalmasan és kitartóan a középiskolában, bízzatok magatokban, hogy a kitűzött céljaitokat könnyebben elérhessétek. Osztálytársaim nevében is őszintén mondhatom, hiányozni fogtok, még ha nem is gondoljátok. Szokatlan, furcsa lesz nélkületek a következő tanév. Valamiféle hiányérzettel, de büszkén lépünk az általatok kitaposott ösvényre. Kedves 8-osok! Helyezzétek el emlékszalagotokat az iskola zászlaján, és adjátok át a nyomdokaitokba lépő 7-eseknek. Becsülettel megőrizzük.
Köszönjük a nyolcadikosok nevében. Horváth Róbert igazgató úr búcsúzik a ballagó diákoktól. Kedves gyerekek, búcsúzó diákjaim, tisztelt szülők, rokonok, barátok, kedves kollégák! Szeretettel köszöntök mindenkit iskolánk valamennyi dolgozója és tanulója nevében. Karinti Frigyes gondolatai szerint azért mérjük helytelenül az időt, mert ehhez egyetlen mértéket használunk csupán. Azt, ami az átélés sebességét mérjük. Pedig Albert Einstein óta jól tudjuk, hogy az idő relatív, hiszen hossza soha nem az átélés sebességétől függ, hanem az átélt élmények minőségétől. Pont úgy, ahogy ezt Einstein szellemesen megmagyarázza. Tartsd a kezed egy percig a forró kályhán, meglátod, egy órának fog tűnni. Viszont ha egy jó társaságban töltesz el egy órát, úgy érzed, mintha csak egy perc lett volna. Ezért most kettős érzés lehet bennetek, kedves ballagó nyolcadikosok. Egyrészt jó lenne minél gyorsabban túl lenni ezen az időpillanaton, és elindulni minden útra, mert az ember minden úton várják. Ahogy Csóri Sándor írja, nincs halálos érv a maradásra, csak a találkozásra és a kalandra. Másrészt viszont szeretnétek meghosszabbítani ezt a pillanatot, mert jó újra elmerülni azokban az élményekben, amelyek hangulatát nem csak azok a helyszínek árasztják magukból, amelyeket az imént végigjártatok, hanem azoknak az embereknek a szeretetteljes lénye is, akik ezeken a helyszíneken tanárként, barátként és osztálytársként álltak mellettetek az elmúlt 8 évben, és akik most is együtt ünnepelnek veletek. Ha egy mondatban kellene megfogalmaznom, mit visztek magatokkal útravalóként, vagy inkább, hogy mi az elmúlt 8 év eszenciája, akkor azt mondanám, hogy az egyik ilyen az annak a tudása, hogy a dolgok nem kívül kezdődnek, hanem belül, és nem a láthatóban, hanem a láthatatlanban. Ahogy egy aprócska magban már benne van az egész növény, ami belőle később kifejlődik, úgy mai ballagásotok történetesen a 8. év szeptemberével kezdődött, hanem a 8 évvel ezelőtti tanév első napján, amikor elsősként először léptétek át az iskola küszöbét, és a tanítónénik vezetésével először mentetek végig azokon a folyosókon, amelyek kövezetén most utoljára ballagtatok így együtt, és amelyeken néhány pár cipő el is kopott az elmúlt 8 év alatt. Ebből a magból növekedtetek itt ki, először kis csemetékké, majd egyre erősebb árokká. Bár még van hová fejlődnötök és erősödnötök, remélem, hogy meg tudtok majd kapaszkodni az élet viharaiban, és bízom benne, hogy bármerre is sodródtok, a gyökereitek erősen tartanak majd benneteket, és helyt tudtok állni a megpróbáltatások során. Kedves nyolcadikosok! Ne felejtjétek el, mindegy, hogy az életben mivel foglalkozik az ember. Lehet tudós, művész vagy kétkezi munkás, abban a pillanatban, ahogy értéket akarsz teremteni, az egész világot meg kell váltanod, és föl kell venned a harcot, az élet harcát. Ezt nem lehet másképp elérni, csak sok-sok munkával, tanulással, odafigyeléssel és lemondással. Ezért mondja Rudolf Steiner, hogy egyetlen iskola sem olyan értékes, mint a tapasztalat iskolája, mert a tapasztalat iskoláiban munkálkodik minden olyan ember, aki valóban előre viszi a világot. Vasalfert így ír erről. Megtanulta, hogy mindenki a hegytetőn akar élni, anélkül, hogy tudná, az igazi boldogság a meredély megmászásában fejlik. Ne keressétek hát az igazi munka és teljesítmények nélküli világot. A sikerért, a tudásért mindig meg kellett dolgozni, és ez nem lesz másképp a ti életetekben sem.
Utolsó útra valóként kérlek benneteket, hogy zárjátok szívetekbe Márai Sándor gondolatait a várakozásról. Megvárni egy angyal és egy szent türelmével, amíg a dolgok, az emberek, eszmék, helyzetek, melyek hozzátartoznak, eljutnak hozzá. Egyetlen lépés sem sietni feléjük, egyetlen mozdulattal, szóval sem sietni közelettüket. Mert bizonyos emberek, eszmék és helyzetek, melyek életethez, jellemethez, világi és szellemi sorsokhoz tartoznak, állandóan útban vannak felé. A könyvek, a férfiak, a nők, barátságos, megismerések, igazság. Ez mind felé tart, lassú hömpölygéssel, és találkoznatok kell egy napon. De te ne kapkodj, ne siettesd útjukat és közeledésüket. Ha nagyon sietsz feléjük, elkerülheted azt, ami fontos és személyesen a tiéd. Várj, nagy erővel, figyelmesen, egész sorsoddal és életeddel. Ezekkel a gondolatokkal szeretném volna magam és kollégáim nevében köszönetet mondani mindazért a figyelemért, szeretetért, melyet tőletek kaptunk, kedves búcsúzó nyolcadikosok. Kísérje utatokat áldás és szeretet, Isten legyen veletek. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük az elköszönő szavakat, a búcsúztató szavakat a nyolcadikosok nevében. És kedves nyolcadikosok, most vegyétek át igazgató úrtól a tarisznyát. Balogh Amanda. Balogh Edina. Balogh Ferenc Mihály. Bíró Viktória. Hasznos Bianca. Hatvani László. Herbáj Anna. Juhász Gergő. Juhász Judit. Kozák Kata. Hun Brigitta. Lajter Dorina. Maró
Orsi Petra. Molnár Sándor. Ötvös Szilvia. Pető Antónia. Rafael Christopher. Attila Roland. Tóth Fanni. Tóth Natália. Harva Anna Eszter. Marjó Dominik. Köszönjük szépen! Most pedig fogadják szeretettel Pallagó diákjaink műsorát. Reményik Sándor versét elmondja Juhász Judit. Mondom néztek, mi mindig így. Az éjtől reggel, a nappaltól este, a színektől, ha szürke por belette, a csöndtől, mikor hangzavart a fel, a hangtól, mikor csendbe hangul. Minden szótól, amit kimond a szánk, minden mosolytól, mely sugárzatlan. Minden sebtől, mely fáj és égetett. Minden képtől, mely belém mélyedett. Az álmaimtól, mik nem teljesültek. A lángjaitól, mik lassan kihűltek. A tűnő tájtól, mint vonatról látunk. A kemény öktől, mint megáltalálunk. Mert nincs napkelve kettő ugyanaz. Mert minden csend más, minden könyv igaz. Elfut a perc, az örök idő várja, lelkünk, mint fehér kendő, lennítem. Sokszor könnyünk se húl, szívünk se fáj, hidegen hagyott az elmegyettel. Hogy eltemettük, róla nem tudunk, és mégis mondom nektek, valamitől mi mindig búcsúzunk. Kérem, hallgassák meg Lajter Dorina búcsúdalát. Csendre int az élet minket, egy álom lassan elgurult, mégis nem hiszem, hogy végleg nem látlak már téged. Minket összeköt a múlt, nem látlak téged, minket összeköt a múlt. Valamit úgy mondanék, súgnék halkan, nem vagy idegen, szól a dal, bennem élsz, látod rajtam, hogy ez jó nekem, mint a hold. Ki éjjel reményt csal a csillagokra, bízom benne.
hogy ez jó nekem, mint a hold. Ki éjjel reményt csal a csillagokra, bízom benned. Csendre ébred majd minden, és szíved biztos útra lel. Segíts majd elhinnem, hogy csak rám vár a végtelen. Hisz te tudtad, azt hiszem, segíts elhinnem, hogy rám vár a végtelen. Valamit úgy mondanék, súgnék halkan, nem vagy idegen, szól a dal, bennem élsz. Látod rajtam, hogy ez jó nekem, mint a hold. Ki éjjel reményt csal a csillagokra, bízom benned. Valamit úgy mondanék, súgnék halkan, nem vagy idegen, szól a dal, bennem élsz. Látod rajtam, hogy ez jó nekem, mint a hold. Ki éjjel reményt csal a csillagokra, bízom benned. A 8. osztály nevében búcsúzik Garai Hajnal, Pető Antónia, Bíró Viktória és Ötvös Szintia. Tisztelt igazgató úr, tisztelt tanárok, kedves ünneplő közösség, kedves gyerekek! Ez is elérkezett. Az első évad utolsó része. Van egy mondás, ami akár tetszik, akár nem, igaz. Egyszer minden véget ér. Alsós koromban még nagyon vártam ezt a napot. Most viszont már nem olyan felszabadító és boldogító a vakáció felirat a táblákon. Egy éve még mi köszöntünk el az akkori nyolcadikosoktól, és el sem hittük, hogy eljön az a perc, amikor nekünk kell búcsúzódnunk. Most szerte repülünk, mint a pippanmagba, most szerte foszlik az összes élményünk, és mostantól alig lesz közünk egymáshoz. Hiszen bármennyire is szeretnénk, az elkövetkezendő időkben már semmi sem lesz olyan, mint eddig. Alig fogjuk tartani a kapcsolatot egymással. Nem lesznek ugyanolyanok a megszervezett összejövetelek és az internetes csetezések sem, mint most, mert mindenki olyan, mint egy apró kavics az élet végtelen óceánjának a fenekén. Azt csiszol, átalakít, megváltoztat, új arculatot ad. A következő találkozásnál már senki sem lesz olyan, mint azok alatt az évek alatt, amíg megismertük egymást. Búcsúzunk tanárainktól. Ők nem csak tanítottak, neveltek is minket. A tanítónéni szava, amely törvény volt, sokáig kísért bennünket. Igaz, ez az év során veszített erejéből, különösen most a kamaszkorba érve. Ezért köszönetet mondok a magam és diáktársaim nevében a sok türelemért és segítő fáradozásért, amit értünk tettek. Nem csak a tanórákon, hanem sokszor a tanórákon kívül is. Elismerjük, hogy nem voltunk mindig jó. Az eszünkkel tudtuk, hogy ez a magatartás a közös munkánkat akadályozza, de néha valahogy mégsem tudtunk parancsolni magunknak. A felnőttek azt szokták mondani, hogy az idő megszépíti az emlékeket. Bízunk benne, hogy ez velünk is így fog történni, és rólunk is csak a szép emlékek maradnak meg. Ez az egy szál virág jelképezze azt a szeretetet, amivel örökre szívünk az ártuk önöket. Thank you.
nagyszüleink, most hozzátok fordulunk. Hálásak vagyunk a gondoskodásért, szeretetért, támogatásért, amit minden nap megkapunk tőletek, és amire a jövőben is szükségünk lesz. A mai nap számotokra is mérföldkő, hiszen gyermeketek életében lezárul egy szakasz. A félénk cseklőbotló kisgyermekből középiskolás lesz, és még nagyobb feladatok állnak előtte. Már nem foghatjátok a kezünket, de tudjuk, hogy a szeretetetek, türelmetek, aggódásotok mindig elkísér bennünket. Köszönjük, hogy felneveltetek, tanítottatok. Köszönjük a mindennapi törődést. Ígérjük, hogy igyekszünk helyt állni a középiskolában, és megtalálni helyünket az életben. Karai Hajnal, Juhász Budis, Lajtár Dorina és Ötvös Szintia búcsúdalát hallgassák sok-sok meg. Műsor már véget ér, ez csak ráadás. Elkezdődhet holnap egy másik forgatás. Diákjaink életében fontos nap a mai. Életük fordulóponthoz érkezett, hiszen a mai naptól minden megváltozik.
más iskolában töltik majd mindennapjaikat, más diák közösségben, más tanárok között. Életünk ilyesfajta fordulópontjain mind megállunk egy pillanatra, számvetést végzünk múlttal, jelennel, jövővel. Nyolcadikosaink is megtették ezt. Érzéseiket, gondolataikat papírra vetették egy-egy rövid üzenet formájában. Kedves ballagó nyolcadikosok! Kérünk benneteket, hogy a Lupik segítségével küldjétek el üzeneteiteket a nagyvilágnak. Kedves szülők és kedves vendégek, megkérjük Önöket, hogy virágaikat most adják át gyermekeiknek.
Kedves ballagó diákok, fogadjátok sok szeretettel Mezőkúrváros polgármesterének, Herceg Zsoltnak köszöntését. Kedves ballagó diákok, Mezőkúrváros önkormányzata nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket, és ezúton is szívből gratulálok a sikeres tanévzáráshoz. Az emberi élet szakaszainak végét és kezdetét az ilyen pillanatok jelentik. A ballagás lezár egy 8 évig tartó boldog időszakot, és megnyit egy reményteljes jövőt mindenki számára. Kívánom, hogy az itt eltöltött évek, az iskola falai között megszerzett tudás, az élmények sokasága, a tanáraitok embersége, szeretete elegendő erőt adjon. Nektek a mindennapok helytállásához, küzdelmeinek. Azt kívánom, hogy álmaitok maradéktalanul valósuljanak meg, sikerüljön elérni kitűzött céljaitokat, tetteiteken keresztül öregítsétek iskolátok és Mezőtúr hírnevét. Amennyiben további tanulmányaitok, későbbi munkátok miatt kénytelenek vagytok elhagyni városunkat, ne feledjétek, hogy Mezőtúr mindig visszavár benneteket. Ezúton szeretném külön kiemelni és megköszönni a pedagógusok áldozatos munkáját és a szülők támogatását, hiszen a gyermekek egész életét meghatározza, hogy mit kaptak önöktől útra valóul. Tóth Árpád szavaival búcsúzva kívánok nektek a mai napra szép ünnepi perceket, további tanulmányaitokhoz sok sikert és jó egészséget, a vakációra pedig jó pihenést és kikapcsolódást. Az élet szép, csak küzdeni kell érte. Boldog az, ki célját elérte. Akarni kell, és minden sikerül, akarni és bízni rendületlenül. És most pedig következzék a tanévzáró ünnepségünk, melynek műsorát betanította Lantai Laura. Megkérjük a harmadik osztályos tanulókat, hogy adják elő tanévzáró műsorukat. Ez a kapa, ez a kassa, ez meg itt a faragó szék. Kapa, kassa, faragó szék. Ó, beszél, ó, beszél, ez a derék faragó szék. Ez a hosszú, ez a kurta, ez meg itt a véres kurta. Hosszú kurta, véres kurta, kapa, kassa, faragó szék. Ó, beszél, ó, beszél, ez a derék faragó szék. Ez az egyenes, ez a görbe, ez meg itt a fa kereke. Egyenes görbe, fa kereke, hosszú kurta, véres urka, kapa, kassa, faragó szék. Ó, beszél, ó, beszél, ez a derék faragó szék. Ez itt a kis, ez a villa, ez meg itt a koppantója. Kis villa, koppantója, egyenes görbe, fa kereke. Kurta, véres urka, kapa, kassa, faragó szék. Ó, beszél, ez a derék faragó szék. Ez a gólya, ez az orra, ez meg itt a gólya tolla. Gólya, orra, gólya tolla, kés, villa, kompantója. Egyenes bőrbe, fa, kereke, hosszú kurta, véres urka, kapa, kassa, faragó szék. Ó, beszél, ez a derék faragó szék. Ez a glázli, ez a flaska, ez meg itt a részeg miska. Glázli, flaska, részeg miska, gólya, orra, gólya, tolla, kés, villa, koppantója. Egyenes görbe, fa, kereke, hosszú kurta, véres kurka, kapa, kassa, faragó szék. Ó, beszél, ez a derék faragó szék. Ez a zsuska, ez a lánya, ez meg itt az unokája. Zsuska, lánya, unokája, glázli, flaska, részeg, miska, gólya, orra, gólya, tolla, kés, villa, koppantója. Egyenes görbe, fa, kereke, hosszú kurta, véres urka, kapa, kassa, faragó szék. Ó, de szép, ó, de szép, ez a derék faragó szék.
gyerek tudja, még a legkisebb is, hogy rossznak lenni sokkal mulatságosabb, mint jónak lenni. Jónak lenni iszonyú unalmas, és amellett fárasztó is. Ha sokáig ülsz mozdulatlanul egy széken, elzsipad a lábad. Ha késsel villával igyekszel enni, kirepül a hús a tányérodból. Ha egészen tisztára mosod a kezed, a többiek már rég asztalhoz ültek, mire elkészülsz. A felnőttek folyton csak azt mondják, legyél jó, ne legyél rossz, fogadj szót, viselkedj rendesen. Könnyű azt mondani, mert hiába mondják azt a felnőttek, hogy addig örülj, amíg gyerek vagy. De minden gyerek tudja, még a legkisebb is, hogy felnőttnek lenni sokkal jobb. A felnőtt azt a ruhát veszi fel, ami eszébe jut. Ha tűzoltó szirénát hall, nyugodtan kihajolhat az ablakon. Bármennyire kimelegedett, mindig ihat vizet. És nem kell akkor lefeküdni, amikor a legérdekesebb a tévé. De ez még nem minden. A felnőtt azt csinál, amit akar. A gyereknek pedig azt kell csinálnia, amit a felnőtt akar. A felnőtt folyton rászól a gyereknek. Vedd fel a pulóveret! Mosd meg a kezed! Ne rágd a körmöd! A lábad elé néz! Rakd el a játékaidat! És ha a gyerek nem fogad szót, akkor következik, hogy... Hányszor mondjam, hogy mondd meg a kezed, így nem lehet asztalhoz ülni. Hányszor mondjam, hogy vedd fel a pulóvered, meg akarsz fázni? Hányszor mondjam, hogy a lábad elé néz, mert orra fogsz esni? Hányszor mondjam, hogy ne rágd a körmed, még nézni is rossz? Hányszor mondjam, hogy rakd el a játékaidat, mindig érek a nyak után? És ha a gyerek még mindig nem fogad szót, akkor következik, hogy... Mondd, édes kislányom, hányszor mondjam még, hogy... Vedd fel a pulóveret. Hogy mosd meg a kezed? Hogy a lábad elé néz? Rakd el a játékaidat! Hányszor mondjam! És ezt a felnőttek olyan sokszor tudják elmondani, hogy a gyerek végül szót fogad. És megmossa a kezét, és felveszi a pulóverét, és a lába elé néz, és nem rágja a körmét, és elrakja a játékait, és akkor a felnőtt boldog. Van olyan felnőtt, aki úgy boldog, hogy mosolyog, és azt mondja, látod, fiaskám, tudsz te jól is lenni, de van olyan felnőtt is, amelyik akkor is csak a fejét csóválja, amikor végre boldog, és azt mondja, mondd, fiaskám, nem tudtál volna mindjárt szót fogadni? Nem tudom, miért van az, hogy a felnőtt csak akkor igazán boldog, ha a gyerek jól viseli magát. Mi öröm van abban? Én egészen másmilyen felnőtt volnék, és annyi mindennek örülnék. Először is annak örülnék, hogy azt csinálhatom, amit akarok. Ha én felnőtt volnék, akkor sosem ülnék széken, hanem mindig térdelnék. Fehér kesztyűs kezem végighúznám minden vaskerítésen. A fogmosó pohárba kihasztatnám a tapolyamagot, és megennék egy-egy nagy tábla csokit minden ebéd előtt. És valószínűleg kézzel fognám a lejeket, persze csak akkor, ha addig megtanulnák lejet fogni. Ha én felnőtt volnék, akkor mindig tornacipőben járnék. A leves után mindig meginnék két pohár vizet. Hátrafelé mennék az utcán. Minden kóbormacskát megsimogatnék, és valószínűleg nagyon éleseket füttyentenék, hogy mindenki megijedjen és oda nézzen. Persze csak akkor, ha addig megtanulnék két ujjammal a számban füttyenteni.
Ha én felnőtt volnék, akkor vendégségben mindig kalimpálnék a lábammal a széken. Sose fújnám ki az orrom, csak szipognék. Sose törölném meg az ajtó előtt a sáros lábam. És tartanék otthon egy igazi zsiráfot, aki az ágyam előtt aludna. És valószínűleg minden kertes ház kapuján becsöngethet. Persze csak akkor, ha már nem félnék a harapós kutyát. De most még kicsi vagy, és sem hosszú, nem legyél meg sokat felnőni. Kicsi vagy, és szót kell fogadnod, és kezed kell most. El kell menned a pulóveret. És nem szabad a körmödre. És el kell raknod a játékot. A többiről nem is beszélve, mert még nagyon sok minden van. Ha majd felnőtt leszel, akkor maszatos kézzel ülhetsz az asztalhoz. S rabidújó trikóba járhatsz. És nem kell a lábad elé nézni. És többig rágod minden körbet. És szóval te szétdobálhatod az összes játékodat. Többiről nem is beszélve, mert még nagyon sok minden van. Jaj, de jó lesz, ha már felnőtt leszel, csak egyet nem értesz. Nem látom, van. A te apukád és anyukád már felnőtt. Miért mossák meg kiseket? Miért poszik fel mégis a pulóverüket? Miért rakják el mégis a holmiukat? Kérdezd meg tőlük egyszer! Yeah.
Köszönjük szépen a harmadikosnak ezt az igazán kedves kis tanészáró műsort. Azt gondolom, hogy valóban igazuk van, mert valóban néha azért nekünk is, felnőtteknek is és a gyerekeknek is nem is olyan könnyű jónak lenni. De azért van nagyon-nagyon sok jó tanuló és ügyes, szorgalmas gyermek jár ide a mi iskolánkba, és ezért megkérem Horváth Róbert igazgató urat, hogy adja át a jutalomkönyveket a gyerekeknek. Kérném, hogy az első osztályból fáradjon ki Kovács Borbára, Kovács Zoltán, Piszmán Krisztofer, Polgár Bogláta, Rafael Hanna és Tisler Dorina tanuló. Gyertek ide között! Jutalomkönyvet kap Kovács Borbála első osztályos tanuló 2017-18-as tanévben nyújtott kitűnő tanulmányi eredményért, aktív órai munkájáért és segítőkészségéért. Jutalomkönyvet kap Kovács Zoltán első osztályos tanuló 2017-18-as tanévben nyújtott kitűnő tanulmányi eredményért, példamutató magatartásáért és segítőkészségéért. Piszmán Krisztofer első osztályos tanuló a 2017-18 tanévben nyújtott kitűnő tanulmányi eredményért és szorgalmáért. Polgár Bogláka a tanévben nyújtott kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért. Tisler Dorina a tanévben nyújtott kitűnő tanulmányi eredményéért és aktív órai munkájáért. Rafael Hanna a tanévben nyújtott kitűnő tanulmányi eredményért, példamutató magatartásáért, órai munkájáért és szorgalmáért. Köszönjük szépen, fáradjatok a helyeteket! Második osztályból kérném Beregszászi Leventét, Madura Lilit, Juhász Lilit, Farkas Nórát, Lakatos Kiarát és Lukács Amandát fáradjanak ki. Jutalomkönyvet kap Beregszászi Levente a tanévben nyújtott kitűnő tanulmányi eredményért, ítéletért, labdarúgás területén nyújtott kiemelkedő teljesítményéért. Madura Lili a tanévben nyújtott kitűnő tanulmányi eredményéért, ítéletéért, mese- és versmondó versenyeket elért eredményeiért. Juhász Lili a tanévben nyújtott kitűnő tanulmányi eredményéért, ítéletéért, példamutató magatartásáért. Farkas Nóra kitűnő tanulmányi munkájáért, versmondó versenyen elért eredményéért. Lakatos Kiara a tanévben nyújtott jeles rendű tanulmányi eredményéért, és példamutató magatartásáért. Lukács Amanda jeles rendű tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért. Harmadik osztályból kérnünk Szihad Dániel, Nárházi Fanni, Lukács Vivien, Odos Mirát,
Cseri Grétát. Cseri Gréta. Halász Vilmát. Szihad Dániel, jeles rendű tanulmányi eredményért. Jutalomkönyvvel. Lárházi Panni, kitűnő tanulmányi eredményért. Lukács Vivien, jeles rendű tanulmányi eredményért. Hodos Mira, kitűnő tanulmányi eredményért. Cseri Gréta, kitűnő tanulmányi eredményért. Halász Villa, jeles rendű tanulmányi eredményére. Negyedik osztályból kérni. Donkó Tamás, Szabó Enikő, Takács Zsolt, Soltész Csenge, Fodor Zille, Kovács Boton tanulmányokat. Jutalomkönyvet kap Donkó Tamás, a tanévre nyújtott kiemelkedő tanulmányi eredményéért, példamutató szorgalmáért, versenyeken elért eredményeért és példás ítéletéért, általános tantestületi dicséretben részt. Szabó Enikő, a tanévben nyújtott kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató szorgalmáért, versenyeket elért eredményeiért, kiváló sport teljesítményéért és példás fizikáért. Takács Zsolt, a tanévben nyújtott kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató szorgalmáért, versenyeket elért eredményeiért és példás fizikáért. Soltész Csenge, kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató szorgalmáért, versenyeket elért eredményéért. Fodor Zille, kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató szorgalmáért, versenyeket elért eredményeért és példás ítéletéért. Kovács Boton, a tanév hiányzásmentes elvégzésére. Ötödik osztályból kérni Kalmár Petra, Lukács Marcell, Kővári Mátyás és Tudás Zsombor. Kalmár Petra, szorgalmáért és tisztán tartásban nyújtott kiemelkedő teljesítményt. Lukács Marcell szorgalmáért, közösségi munkájáért, a történelem és tisztán tartásban nyújtott kiemelkedő teljesítményt. Kővári Mátyás, történelem és angol tantárgyakból nyújtott kiemelkedő teljesítményére. Tudás Zsombor szorgalmáért, közösségi munkájáért, történelem és hittan tantárgyakból nyújtott kiemelkedő teljesítményére. Hatodik osztályból kérünk Csuka Sándor, Kujás Dominik, és Korbej Levente tanulókat válaszolnak ki.
Puska Sándor tanulónak az országos történelem versenyen való eredményes szereplésért és a diákmeséken való részvételéért. Gulyás Dominik tanulónak az országos történelem versenyen való eredményes szereplésért és a diákmeséken való részvételéért. Korbely Levente tanulva példamutató magatartásáért, szorgalmáért és a diákmeséken való részvételéért. Hetedik osztályból jön Tóth Marcel és Lukács Bence tanulóknak. Marcel tanulónak fizika történelem hittantantárgyakból nyújtott kiemelkedő teljesítményért, kitűnő tanulmányi eredményért, általános tantestületi dicséretnek részesült. Lukács Bence hittan és technika tantárgyakból nyújtott kiemelkedő teljesítményért és a hiányzásmentes tanérvért. Nyolcadik osztályból kérném Garai Hajnalt, Juhász Juditot, Pető Antóniát, Hasznos Bia, Várazsát. Garai Hajnal 8. osztályos tanuló részére, tanulmányi eredményért, tanulmányi versenyeken való kiemelkedő teljesítményért és példamutató kitéletért általános tantestületi dicséretben részesül. Juhász Judit példamutató magatartásáért, szorgalmáért, tanulmányi versenyeken való részvételért és énekkari tevékenységéért. Pető Antónia kitűnő tanulmányi eredményéért, kiemelkedő sport teljesítményéért, versenyeken elért kiváló helyezéseiért, általános tantestületi dicséretben részesült. Végül Hasznos Bianca kiemelkedő sport teljesítményéért. Köszönjük szépen! Egy szálvirággal szeretnénk megköszönni a következő szülőknek a tanév során nyújtott segítségüket. Kérem, aki a nevét hallja, fáradjon ide Horváth Róbert igazgatóról. Bagdán Ákos, Bagdán Andrea, Csenni Somodi Ágnes, Csíkné Kelemen Néva, Horváth Gábor, Jordáné Bontovics Gabriella, Kalmár Cibesz Gabriella, Kovácsné Lakatos Anita, Lukács Mihály, Lukácsné Kovács Gabriella, Maduráné Bíró Szilvia, Milák Alíz, Rácz Erzsébet, Rafael Viktória, Sallai Teréz, Szabóné Kecse Krisztina, Tóth Iván Beáta, Veres Vera, Víg Mónika, Tóth Ibolya, Cseh Attila. Én hallottam? Jó, hallottam a nevemet? Thank you.
hátra, mint hogy a tanévet lezárjuk, köszönjük az egész éves munkát, megkérjük a tanulókat, szülőket, hogy fáradjanak az osztálytermekbe bizonyítványát.